Családi nap, veterán autó Karcagon, újabb járdaszakasz újul meg. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 30-án 18 óra 5 perckor. Igazi családi hangulat fogadta kicsiket, nagyokat a Múzeumparkban tartott családi napon. Szepesi Tibor polgármester megnyitója után reggeli tornával kezdődött a nap. A karcagi gyereknapnak hosszú évtizedek óta a közösségépítés a legfontosabb szerepe. Az, hogy azok a közösségek, amelyek a családon túl vannak, és elsősorban ugye ezen a rendezvényen az iskolai közösségek, az osztályközösségek, a baráti közösségek legyenek együtt, ismerkedjenek, a szülők is egymással természetesen, és egy olyan közös programon tudjanak részt venni, amely erősíti ezt a közösséget. Aztán ezekből a közösségekből lesznek a még nagyobb közösségek, és ahogyan ugye tudjuk, egy-egy ilyen közösségnek van nagyon nagy ereje, például egy város megtartó ereje is a közösségekben rejlik. És igen, azon túl, hogy ezek a közösségek itt együtt vannak, jól érzik magukat, természetes, hogy olyan játékokat szerveznek nekik a szervezők, amelyben aztán ki tudnak bontakozni, meg tudják mutatni ügyességüket, és jól érzik magukat egész nap folyamán. Az egy külön ráadás, hogy olyan plusz programok vannak itt a népi játszótérrel, a veterán autó kiállítással, amely kicsit színesíti ezt a mai napot. Ez a Mi leszek, ha nagy leszek című rész, ami természetesen semmire nem kötelez senkit, de igen, a gyerekek fantáziája be tud indulni egy kukásautótól, egy rendőrautótól, egy tűzoltóautótól, egy mentőautótól. Aztán persze lehet, hogy majd a szakmaválasztásban is szerepet játszanak ezek. Kovács Sándor képviselőről beszélgetünk itt a torna után. Hogy esett ez a reggeli torna? Kicsit szokatlan, de nagyon jó átmozgató volt, úgyhogy én ilyen iskolai jellegű gimnasztikát bemelegítést nem is tudom, hogy mikor csináltam utoljára, de minden gyakorlat ismerős volt, bár nem ment olyan jól, mint akár 30-40 évvel ezelőtt, de nagyon jó hangulat volt, a gyerekek is élvezettel csinálták. És hát itt a tömeg itt van már a Múzeumpark környékén, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó helyszín lett ennek a mai napnak. Már érezni itt a kültös kalácsot, már látjuk, hogy főznek a csapatok is, tehát ez egy igazi családi rendezvény. Így van, én érződik a palacsintának az illata, ilyen vaníliás, cukros illat, bár lehet, hogy kültös kalács, de hát itt vannak az én fiaim is, úgyhogy az osztályokkal főznek paprikás krumplit, tehát egy igazi jó gyermek és családi rendezvény lett itt a Múzeum Parkban, és remélem az idő is kegyes lesz, mert nincs nagyon meleg, de reméljük nem is fog esni. Én azt gondolom, hogy minden biztosított ahhoz, hogy jó hangulat legyen. Huba Imre elnök úrral beszélgetünk itt a reggeli torna után. Hogy esett így ez a torna most így felkelés után? Megmondom őszintén, ma reggeli tornát haza egy kicsit elfelejtettem, tehát jól esett, mert be is pótoltam. Nagyon jó helyszínen, a gyermeknapon az ember egy kicsit a lelkében nyugvó gyermeket ilyenkor fölébreszti, és itt a gyerekekkel együtt bemelegíteni, tornázni, az olyan, mint amikor az ember a saját gyermekeivel, vagy amikor még ő saját maga is gyermek volt, akkor ilyen sportrendezvényeken részt vett, a fantasztikus élmény. És hát ez a környezet is nagyon jó, hiszen tényleg elfér mindenki, és teret kaptak a főzőktől kezdve a veterán jármű tulajdonosokig mindenki. Igen, szülőként, amikor a Ligetúti sporttelepen voltunk az ilyen rendezvényeken, az is egy nagyon jó helyszín, és kiváló adottságokkal rendelkezik, de itt a múzeumkertben szinte ugyanaz, vagy talán még bizonyos szempontból, bizonyos tekintetben még jobb adottságok is vannak, és amíg újjá nem épül a Ligetúti sporttelep, addig be fogjuk érni itt a múzeumkerttel. Csapatok már felálltak, mindenki készülődik a sütéshez, főzéshez. Nagyon lelkesek a gyerekek, és látom, hogy felkészültek a mai napra, tehát testben és lélekben is. És itt vannak velük a pedagógusok, ami nagyon fontos, hogy a szülők és a gyerekek közötti hidat a pedagógusok képzik, és látszik, hogy itt Karcagon rendkívül jó a közhangulat, jó a közérzet, és a szülők a pedagógusokkal és a gyerekekkel felhőtlenül tudnak együtt szórakozni. Mi a jó paprikás krumpli titka ön szerint, hogyan készíti? Hát én először is a
hungarica zsírral kezdeném, mert az a legfontosabb, hogy azon meddinszteljük a hagymát, én abban egy picit meg szoktam forgatni a krumplit, egy picit süljön meg, utána felöntöm a lével, paradicsommal, paprikával, csöves paprikával ízesítem, és a legvégén teszem bele a kolbászt. Én megmondom őszintén, kolbászhívő vagyok, tehát azt gondolom, hogy a paprikás krumpli az kolbásszal az igazi, hogy vékony kolbász, vastag kolbász, rövid kolbász, hosszú kolbász, az már részletkérés, a lényeg, hogy kolbász legyen, és az a kis pici piros paprika, ami feldobja a színét, az nélkülözhetetlen, és ezt sózni csak módjával, mert tudjuk, hogy a só az nem a barátunk, tehát sózni csak annyit, amennyi éppen ahhoz kell, hogy az ízeket elő tudja hozni, és fokozni tudja. Közben több osztály közösség számára főtt a mai menü, a paprikás krumpli, a szülők jóvoltából, melyet megmérettettek a csapatok a zsűri előtt is. Őszinte legyek, titok az van a zsebben meg itt, de hát ugye azt mondták régi öregek, hogy a paprikás krumpli az a legegyszerűbb módszerrel készül. Tényleg egyszerű és nagyszerű, de a több formában is el lehet készíteni. Itt hallottam azt, hogy itt nokedlival készítik. Én is tudok nokedlival, de ez most nem nokedlival lesz készítve, hanem mint ahogy lehet látni itt a menü lapon, az úgy lesz elkészítve, tulajdonképpen olyan, nem lesz ilyen hosszú lébe, hanem ilyen rövid lébe, illetve hát félig olyan főzelék, ez hasonlító állagú lesz, igen. Aztán a végén majd a zsűri eldönti, hogy most hogy ízlik neki, kinek milyen a száj ízle, az ízlelő bimbó milyen, és így tovább, na szóval ezt lehet ragozni. Efi 3B azt írta az étlapjára, hogy paprikás krumpli refi módra. Takásnyi Csikós Anikót kérdezem, hogy mit jelent ez a refi módra, hogyan készül ez a paprikás krumpli? Ez egy sajátos paprikás krumpli lesz, ugyanis nagyon-nagyon ügyes szülők fogják készíteni, illetve már elkészült, illetve elindult a főzés, sertészsír, a titok, primőr termékek, paprika, paradicsom, és a jó kedv, a jó hangulat, a közösség, ami igazából a jó ízét megadja. És itt most nagyon sok szülő összejött, nagyon sok gyerek, mi több mint 40-en vagyunk, remek a hangulat, nagyon finom paprikás krumpli készül, nagyon jó játékok vannak, a gyerekeket alig látjuk, mert kihasználják ezt a jó lehetőséget, viszont a szülők nagyon jót beszélgetnek egymás között, úgyhogy köszönjük szépen ezt a szervezést, várjuk a következő ilyen jó programokat. Köszönjük szépen! Lévai Ferenccel beszélgetünk, aki a Refi 4B-nek főzi itt a paprikás krumplit. Mi a titok? Tehát lesz-e valami speciális fűszer benne, vagy valami olyan összetevő, amit más csapat nem tesz vele? Hát nem tudom, szerintem ezt hagyományosan főzik az egész városba. Szalonnát előpirítjuk, aztán a szalonná után megy bele a hagyma, körülbelül egy kiló hagyma a 10 kiló krumplihoz, 4 kanál szép piros nemes paprika, aztán még teszünk bele főzőkolbászt, meg csípős paprikát és paradicsomot. Tehát ennyiből áll össze. És akkor nem megy bele galuska? De, az feltétlen. És az egy picit más, talán mint a többié, mert én egy kicsit másképp szoktam a galuskát, tehát nem vízzel, hanem tejjel, mint egy palacsinta tésztát, és ettől egy ilyen habkönnyű, és nem ázik el abszolút a galuska, és egy ilyen tökéletes állaga lesz. Na hát akkor csak találtunk egy titkot, amit más nem csinál. Egyébként kik segítettek, hiszen azért ennek voltak előkészületei. Együtt csináljuk az egész csapat, az egész osztály, együtt csináljuk. És a gyerekek várják már? Hát is, mert a kislányomnak az egyik kedvenc kajája a paprikás krumpli. De hát úgy látom, hogy ők most elmentek és a programokon vesznek részt, de egyébként hogy látja ez a mai alkalom arra is, hogy itt a szülők is egy kicsit találkozzanak, beszélgessenek? Igen, ez mindenféleképpen, tehát egy csapatépítő a szülők számára is. Tehát ez egy nagyon jó dolog. A nap során vetélkedők, ügyességi játékok, kézműves foglalkozás, népi játszótér és színpadi műsor várta a gyerekeket, osztályközösségeket, de volt óriás palacsinta kóstolás és ugrálóvár is. Nagy sikert aratott a szappanbuborék kergetés is. A felnőttek közül többen vettek részt a Kátai Gábor Kórház által biztosított ingyenes egészségügyi szűréseken.
Délután a banya szépségverseny és az eredményhirdetések voltak. Megkértek, hogy főzünk egy finom paprikás krumplit kolbásszal. Nagyon örültem neki a felkérésnek. Mint ahogy látjuk, kedves barátomat Emődől elhívtam. Ő aranykoszorús és kiváló mesterszakács. Még emellett nagyon szeret főzni, és bátorkodunk benne, hogy finom étel lesz. Mi a titok? Hogyan készül a 6-6 paprikás krumplia? Azt szeretném, hogy mindenkinek megfelelő íz kerüljön az asztalára. Bízom benne, hogy majd a kedves kollégám el fogja árulni az ízeket, mert beletettük a kolbász, beletettük a zsírt, ugye szalonna alá lett sütve, ugyanúgy meg lett díszolva a hagyma, és ezt utána feltettük majd a további fűszereket, az majd el fogja mondani. És akkor a délutáni szépségverseny az osztályt fogja képviselni, vagy ez csak inkább a főzés kedvére öltözött be, hiszen lesz egy boszorkány szépségverseny. Ugyanúgy részt veszek a banya versenyen is, a szépségversenyen, illetve a 6. A-nak a képviseletében vagyok, mint főző. Múzeumpark melletti téren rendezték meg az első veterán jármű találkozót. A Múzeumpark melletti területen rendezték meg az első veterán jármű találkozót, melyre az ország számos pontjáról érkeztek autó- és motortulajdonosok, hogy megmutassák féltve őrzött és nagy becsben tartott régi jármű ritkaságaikat. Nagyon hálás vagyok, hogy a regisztráció után meg is jelentek fizikálisan is a barátok, ismerősök, Szentendrétől Szoboszlóig, Kunhegyesi, jó barátok, igazából nagyon széles a ország minden tájáról, meg is jelentek. Vannak, akik telefonálnak, hogy már Szolnokon esik, meg most indulnának, tehát vannak, akik vakaróznak, de azért még bennük is bízunk, hogy csak rászánják magukat. Ugye itt ezek ilyen több tíz év esztendős autók, van, aki félti, van, aki ki hogy érzi. Mi is bízunk nagyon a folytatásba, és várjuk az esetleges távolmaradókat a jövőre, vagy pedig ősszel, szeptemberben még lesz egy Nyíza-Zsuk találkozó, amit az én szervezésem, de igazából az is bővül fejlődik, és hogyha szeptember 17-én, akinek van kedve, az járművel is, kortárs járművekkel, vagy esetleg Zsukkal, Nyízával, Varszavával szívesen látjuk. Az érdeklődők nagy örömére több autót belülről is meg lehetett nézni. Van itt szakemberek, generációk, technikák összpontosulnak és találkoznak. Hallottam nagy történetmeséléseket is, hogy annak idején a Lenin, vagy a melyik TSZ-ben kik voltak a GS-35-ösökkel, meg hogy volt. Ugye ez a GS-35-ös is a 53-as kiadás, a Tőkés Sanyié. Szóval egyből itt reggel megjelent a Kovács Pista bácsi, aki a régi TSZ-es vezetőember volt, és igazából azért mondom, hogy nagyon nagy generációk, meg nézetek, fiatalok, öregek, különböző technikai korszakok egyvelege, de nagyon jó ez a személyes és ritka, úgyhogy ezért is jó, hogy egy ilyen személyes eszmecsere, rég nem látott ismerősök találkozásra létrejön. Itt amellett, hogy ez a titulája, hogy régi jármű találkozó. Sokan fotózkodtak a rendőrautók mellett. Köztük a filmekben is többször szerepelt Moszkvicssal, amely a karcagi Vinis Zsolt tulajdonában van. De volt itt több katonai jármű, Zsuk, Warburg, Trabant és egy 1929-es Citroen is, valamint motorkerékpárokat is láthattak az érdeklődők. A járművek saját lábon rendszámmal érkeztek a találkozóra, hiszen tulajdonosaik ezeket, ha nem is naponta, de használják, csupán egy régi Zsukkot hoztak platóra rakva. Az autók délután körbe mentek a városban is. A Kisantal és a Kálmán utcában is megújul a járdaszakasz. Itt Pintér Zoltánnal, a körzet önkormányzati képviselőjével beszélgettünk. Üdvözlöm dr. Pintér Zoltán Árpádot, az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjét. Mi készül most itt éppen a Múzeumparki játszótér mellett?
Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Valóban itt a Múzeum Park melletti játszótér, vagy közvetve ugye a Kálmán utca hosszában állunk. Tulajdonképpen 2022 tavaszától kezdve ugye a városban jelentős járdafelújítási munkálatok zajlanak. Jelen állás szerint a Karcag 5-ös számú egyéni választókerületben 2 utcaszakaszon teljes járdafelújítás zajlik, a Kisantal utcán és a Kálmán utcán. Ennek hátterét az képezi, hogy a 2021. naptári évben a belügyminisztériumtól, mint támogatótól önkormányzati feladatok ellátása és egyéb fejlesztések ellátása címen a város több mint 36 millió, kicsivel több mint 36 millió 311 ezer forintot kapott támogatásként. Ez a támogatás tulajdonképpen pénzügyileg egy 65%-os intenzitású támogatás, amelyet még az önkormányzat ugye önrésszel látott el, és így tulajdonképpen egy nettó összegét tekintve több mint 54 millió forintos óriás járdafejlesztési kezdeményezés indult a városban, amelynek megvalósulása azt jelenti, hogy a város 8 választókerületében, választókerületenként nyilván ezt az utca hossz is befolyásolja, de egy vagy átlagosan 2 járdaszakasz teljes felújításra kerül. Mint említettem, ugye az 5-ös számú egyéni választókerületben a Kálmán utca és a Kisantal utca felújítása zajlik. Teljes utca hosszon, ez egyébként azt jelenti nagyságrendileg, hogy a Kisantal utca 211 méter hosszan, a Kálmán utca pedig 189 méter hosszan újul meg, ugye járdáját tekintve. Összeadva ez ugye egy 400 méteres járdafelújítást képez, ami nem csak felújítását jelenti a járdának, hanem egy magasabb műszaki tartalommal való ellátását is, hiszen egyrészt ugye maga a járda nyomvonal az szélesítésre kerül, tehát ugye már így 2, akár 3 ember is kényelmesen elfér egymás mellett ugye a járdán sétálva. Másrészt, ami szerintem nagyon fontos, sőt talán ez a legfontosabb, hogy szegélykővel, ilyen beton szegélykővel megtámasztásra fog kerülni, és így reményeink szerint egy olyan járda felújítás történik, ami még 10-20-30 év múlva is járdának tűnik, kevésbé fog tud ugye megsüllyedni, de például a Kálmán utca elején a Püspökladányi út felől például a csapadékvízelvezető cső cseréje is megtörténik, hiszen itt ugye járda hiányában a csapadékvíz elfolyás is biztosított lesz a továbbiakban. Nagyon örülünk, hogy ez a pályázat megvalósításra került. Tulajdonképpen ez a pályázat folytatása egy 2018-ban szintén hasonló címen, ugye önkormányzati feladat ellátást segítő fejlesztések folyamatának, és reméljük, vagy én szívből remélem, hogy itt nem állunk meg, hanem a jövőben is újabb és újabb járdaszakaszok kerülnek felújításra. Milyen egyéb fejlesztések fognak történni a körzetben? Járdafelújítások mellett egyébként valóban zajlanak egyéb beruházások is, akár a választókerületben, akár a városban. Mindannyiunk számára közismert, hogy a hónapok óta zajló kerékpárút hálózat lassan befejeződik, vagy kerékpárút hálózat fejlesztés és átadásra kerül. Emellett szintén érdemes megemlíteni, hogy folytatódik az a Kisújszállási úton megkezdett kerékpárút feljavítás vagy fejlesztés, amely most jelenleg egyébként a déli temetőnél jár, de hamarosan eléri a Tesco melletti körforgalmat, és a nyár folyamán reményeink szerint kisebb szakaszokban ugyanhogy a forgalmat, a közlekedés kevésbé akadályozza, de egészen a halálkanyarig megvalósításra kerül, illetve emellett parkolók, újabb parkolók építése is történik. A tavalyi 2021. naptári évben megvalósult egyrészt a József Attila utcán a György István Katolikus Általános Iskola melletti parkoló kialakítása, megvalósult a Forint utcán a Varró István Technikum melletti parkoló megvalósítása, és megvalósult a Varró István utcán is néhány parkolóhely kialakítása. Ebben a naptári évben a nyár folyamán reményeink szerint bele fog férni a Kovács Mihály Általános Iskolával szembeni parkoló rész kövezése, tehát kiépített parkoló létesítése. Megoldjuk a posta környéki parkolás évtizedes problémáit azzal, hogy a katolikus templommal szembeni területen hozunk létre 16 parkolóhelyet, és reményeink szerint az önkormányzat háta mögötti területen, tehát a Püspökladányi úton is újabb parkolóhelyek létesítése fog megvalósulni. Mint jól látható, azon vagyunk, hogy egy élhető, funkcionálisan gazdagabb Karcag alakuljon ki. Reményeink szerint ezt a lakosság is érzékeli, hiszen valóban azért dolgozunk, ahogy szoktuk mondani, Karcagnak fejlődnie kell. Mit szól ahhoz, hogy hamarosan elkészül az új járdaszakasz? Nagyon-nagyon örülök neki, mert nagyon rossz állapotban volt, nagyon. Mennyiben fogja az itt lakók életét megkönnyíteni? Hát sokkal, mert a gyerekek is itt járnak, nagyon forgalmas utca ez.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagyhunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!